Ahó, itt egy gemenyhárt fuvola a kezemben. Elég ritkán sikerül gemenyhárthoz jutni, hiszen itthon elég kevés is van belőlük. Viszont vannak olyan országok, ahol képzeljétek, nagyobb népszerűségnek örvend ez a márka, mint mondjuk a Trevor fuvolák, pedig azért az elég hihetetlen, hogyha így jobban belegondolunk. Na mindegy, Amerikában gyártják most ezt a hangszert, és nagyon sokféle változata ismert. Én hozzánk csak az alapmodellek kerültek eddig, aztán majd meglátjuk, hogy alakul. Ő egy nagyon kis fiatalka hangszer. Pár éves, elég kis csillivili állapotban van, és majd meghalljátok, az az érdekes nekem legalábbis, hogy tehát olyan kis kecses a megjelenése, és hogy a hangja is egy kicsit vékonyabb és kecsesebb, mint úgy átlagban, amit megszoktunk egy fuvolától.